A szeptember 15-én hatályba lépő menekült törvény tovább növelheti a bírósági szervezet leterheltségét. Az Országos Bírósági Hivatal október 1-jével a nyíregyházi törvényszékről is áthelyez bírókat a szegedi törvényszékre. A menedékkérelmek és a bevándorlással kapcsolatos ügyek miatt egyre nagyobb a teher a bíróságokon. A nyíregyházi törvényszék által közzétett adatok szerint látható a grafikonon, hogy ez idáig közelíti vagy túl is szárnyalja a migrációval kapcsolatos ügyek száma az előző évek gyakorlatát. A nyírbátori járásbíróságon jelentősen nőtt az idegenrendészeti ügyek száma, augusztus 31-ig majdnem eléri a 2600-at. Ők várakoznak a menekültügyi kérelmük elbírálására várnak, és ehhez kapcsolódik egy őrizet. Ezzel kapcsolatban vannak járásbírósági feladatok. Az őrizet elrendeléséről, meghosszabbításáról döntenek a kollégák. Viszonylag szűk határidő alatt kell gyorsan dolgozni. Azt el szeretném még mondani, hogy 7 járásbírósági kolléga foglalkozik ezzel a rendes ügyérkezésen felül. Máshol az embercsempészettel összefüggő tárgyalások is megsokasodtak. A bírósági szervezet már tavaly is erőn felül teljesített ezekben az ügyekben, mondják. A szeptember 15-től hatályos menekült törvény pedig felpörgeti az ügymenetet. A törvény többek között lehetővé teszi a tranzitzónák felállítását a határon, továbbá a büntető törvénykönyv módosítását annak érdekében, hogy önálló büntetőjogi tényállás legyen a határzár tiltott átlépése, megrongálása és az építési munka akadályozása. A stúdióban köszöntöm dr. Nyakó Zsuzsannát, a nyíregyházi törvényszék elnökasszonyát. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Üdvözlöm! Elhangzott az ebben a riportban, hogy áthelyez a bíróság, időszakosan kirendel a bíróság a nyíregyházi törvényszékről, a szegedi törvényszékre munkatársakat, bírókat és egyéb munkatársakat is. Azt tudni lehet, hogy országos szinten több mint 100 bíró kerül ideiglenesen a szegedi törvényszékre. Mi indokolja azt, hogy ilyen lépéseket kell tenni, azon túl, hogy a menekült törvény, amit említettünk, az holnaptól életbe lép? Tehát, mint ahogy említette is, hogy kirendelés történik, ennek az az indoka, hogy a jogalkotó több törvényt módosított az elmúlt időszakban, az elmúlt 10 napban, így a menekült ügyről szóló törvényt, a büntető eljárási, a büntető jogról szóló törvényt, illetőleg ehhez kapcsolódó közigazgatási eljárásról szóló törvényt is, és kizárólagos illetékességét szabta meg a szegedi törvényszéknek, illetőleg a szegedi járásbíróságnak. Ez az illetékesség azt jelenti, hogy egy adott ügyben melyik bíróság a Magyarországon működő közül az, aki el fog járni mondjuk így területileg, tehát mint Szeged, vagy Nyíregyháza, vagy a nyíregyházi törvényszéknek a Szabolcs megye mondjuk az illetékesség, ott a szegedi törvényszéknek a Csongrád megye az illetékessége, és mivel ugye az eddigi tapasztalatok alapján, mint ahogy utalt is rá, akár csak az idegenrendészeti őrizettel kapcsolatban nálunk az elmúlt évhez kapcsolódóan már láthatóan megduplázódott, de 2013-hoz képest meg háromszorozódott az ügyérkezés, és ez az ezzel összefüggő ügyeknek csak egy kis szelete, tehát azt felmérve az Országos Bírósági Hivatal, illetve a hivatal elnöke kérte a bíróságokat, hogy további bírókat, illetve alkalmazottakat biztosítsunk az ottani eljárásokhoz. Így a nyíregyházi törvényszék illetékességi területéről 2 közigazgatási bírót kértek, és 2 kollega vállalta a kirendelését, 5 bírósági titkár, akik fiatal, tapasztalt, de még nem bíró szakvizsgázott jogász kollégák, illetve 8 tisztviselő kirendelését. A bírók ugye a közigazgatási eljárásban fognak eljárni, a bírósági titkárok, illetve tisztviselők előreláthatólag a várhatóan megnövekedő közigazgatási eljárásokat, illetve a büntető eljárásokat fogják segíteni. Ezeknek a bíróknak, illetve munkatársaknak a személye már tisztázódott. Mikortól látják el a feladataikat a szegedi törvényszéken? Az elmúlt hét csütörtökön már valamennyi kollégánk nyilatkozott, hogy vállalja ezt a kirendelést. Ezt 2015. október 1-től 2016. március 31-én belül előreláthatólag 1-1,5 hónapos időszakot jelent. A október 1-től még
nem jelezte az Országos Bírósági Hivatal, illetve Szegedi Törvényszék elnök, hogy a mi kollégáink lennének sorban, hiszen vannak közelebbi olyan bíróságok, ahonnan mondjuk napi ingázással, tehát napi autózással vagy vonatozással megközelíthető. Ugye Nyíregyházától Szeged 340 kilométer, tehát a mi kollégáink csak ott lakással, ott tartózkodással fogják tudni ezt ellátni. Ugye már az év elején is, amikor beszélgettünk, akkor, és hát az Országos Bírósági Szervezet is látta azt, hogy az egész országban minden törvényszéken a migrációs ügyek száma megnövekedett, de itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, ugye, a Nyírbátori járás bíróságon. Lehetett-e erre készülni, ami most itt az elmúlt időszakban történt? Ez alatt a pár hónap alatt ugye látja mindenki, hogy milyen mértéket ölt a bevándorlás, tudtak-e ütemezni, vagy átütemezni ügyeket, volt erre lehetőség, illetve hát volt itt most egy ítélkezési szünet is. Tehát mondjuk a törvénykezési szünet az általunk ellátandó feladatok mennyiségét nem befolyásolta. Tehát ugye a törvénykezési szünetben is, akár közigazgatási ügyszakban, de akár ugye nyírbátori kollégák látják el az ottani őrzött szállással kapcsolatos feladatokat, a működőképességet biztosítani kellett. Az őrzött szállással kapcsolatosan is 72 órás határideje van a bíróságnak, 260 napig hosszabbíthat, illetve maximum 6 hónapig, tehát a szabadság kiadása is úgy történt, mind a bíróknál, mind az alkalmazottaknál, hogy ezt a feladatot mi el tudjuk látni. Tehát ez az egyik oldala. A másik oldala arra, hogy a jogalkotó ezt a ugye, tömeges bevándorlás által okozott válsághelyzet, mint jogi fogalmat milyen feltételekkel fogja megfogalmazni, milyen fajta feladat elé fog minket állítani. Ugye nagyon rövid idő volt a felkészülésre, de a bírósági szervezet a maga részéről azt, hogy rövid határidőkkel, tehát 8 napos, 15 napos határidőkkel ott ítélkezés tudjon folyni, a személyeket előreláthatólag tudjuk biztosítani, tehát felkészült arra, hogy ellássuk a legjobb tudásunk szerint, ugyanúgy, mint bármelyik másik ügyben, a jogszabályoknak megfelelően döntsünk. Milyen körülményeket biztosítanak önök számára, vagy a bírók számára ebben a szituációban? Ugye itt most nagyon gyorsan kell, majd 8 nap alatt kell lefolytatni az eljárást, és hát kijelölik azt a bizonyos tranzitzónát, ott fognak dolgozni, vagy mit tudnak konkrétan a majdani ott zajló munkáról? Hát ugye most a jogszabályban az van benne, hogy a tranzitzónában kell azt az eljárást lefolytatni, ahol az érintettet személyesen meg kell hallgatni. Tehát ez lehet büntető eljárás, közigazgatási eljárásban ez nem főszabály, de szükség lehet egy ilyenre. Én részletezni nem szeretném azt, hogy a tranzitzónában ez milyen elhelyezést jelent, ez természetesen ez egy munkahely lesz, tehát nem ott fognak a kollégák állandóan tartózkodni. Én úgy tudom, hogy van arra intézkedés, illetve történtek arra lépések, hogy csak és kizárólag, amikor feltétlenül szükséges, akkor történjen ilyen személyes meghallgatás, személyes megjelenés a tranzitzónában. Mint ahogy mondtam, hogy Nyírbátorban, ugye aki idegenrendészeti őrizetben van, ő már egy regisztráción átesett, és ő azért tartózkodik a befogadó állomáson, az itteni őrzött szálláson, mert ő várakozik különböző bírósági eljárásokban döntésre, de ilyenfajta őrizetben van. Tehát az itteni munkakörülmény ez nem ugyanaz, mint mondjuk ott a tranzitzónában végzendő munka. Arra szakmailag, illetve hát azt kell, hogy mondjam, pszichikálisan is föl kell készíteni az igazságügy munkatársait, mert hogy súlyponti kérdés ez most a migráció és a bevándorlással kapcsolatos ügyek, eljárások nem csak az országban, de azt mondom, hogy az egész világban figyelni fogják a következő napokban a bírák munkáit is. Én azt tudom mondani, hogy azért mi itt a határszélen, hiszen az ukrán határ Ukrajna felé mi vagyunk a schengeni határ, és mi is maradunk. Ugye Románia felé a megyének szintén schengeni határa van, tehát külföldi állampolgárokkal különböző ügyekben mi eddig is dolgoztunk. A kollégák a nagy mennyiségű, nagy nyomás alatt történő megalapozott döntésben részt vesznek, tehát mi eddig se dolgoztunk kevés ügyel, mint ahogy korábbiakban is szó esett arról, hogy nagyon sok ügyet intézünk. Mind pszichésen, mind tudásban a kollégáink fel vannak erre készülve. Természetes, hogyha
olyan szükség van rá, akkor mi mindenfajta segítséget megadunk. Ez elsősorban most, ugye ebben a rövid időszakban, amikor sor kerülhet arra, hogy ők elkezdenek közreműködni, ugye a joganyag teljes körű és alapos ismerete az, mert ugye ez 2 hetes törvénymódosításokról beszélünk, tehát hogy amire oda kerül, akkor nyilvánvaló, hogy a legnagyobb mélységig fogják ezt ismerni. Pszichés felkészülés, az eddigi tárgyalások, illetve tárgyaláson kívüli munkák megadják azt a fajta felkészülést és azt a fajta habitust, amely ahhoz szükséges, hogy a bíró egy ilyen rendkívüli körülmények között is megalapozott döntést tudjon hozni. Elnök asszony, köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm szépen az érdeklődést.